Én ezt nem értem. Minden reggel ugyanaz a cirkusz. Ez állandóan elkésik az iskolából. Kapcsold ki azt a szirénát, egész Nápoly rajtunk röhög. Azonnal. Piedone, nem én vagyok a hibás, hanem ő. Ha nem én ébredek föl elsőnek, és nem keltem föl, akkor tudod, mikor kelnénk föl, délben. Most nézd, milyen pimaszt, erre tanítottak a fejlődő harmadik világban. Caputo, igaza van. Teljesen egyértelmű volt a megállapodás. A kölyök velem lakik, de a te kötelességed reggel iskolába vinni. Akkor én benyújtom a lemondásomat, felügyelő úr, mert ettől én előbb-utóbb infarktust kapok. Oké. Ne veszekedjetek már megint, jó? Pillanatok alatt ott vagyunk, és kész. Legalább készen van a leckéd. Nincs. Ide figyelj. Nekem egyáltalán nincs kedvem iskolába járni, mert ha megnövök, én is rendőr leszek, mint te. Addig fogsz iskolába járni, ameddig én mondom. Ez az. Megértetted? Különben sem lehetsz rendőr, mert ezzel a képpel mindenki rögtön felismer. Ez az. Piedone, nem maradhatnék ma veled? Ma nem lehet, talán majd holnap. Jó reggelt, Maria mama! Ciao, szépségem! Pattogatott kukoricát, sós magyarót, kókuszcsókot, tessék! Friss a pattogatott kukorica! Bodo, ha nem tudnád, az iskola arra van. Igen, de elfelejtettem valamit. Mit felejtettél? Egy puszit adni neked. Majd adok én neked puszit, majd is nyomás. Csokoládés, ostját, tessék! Pattogatott a kukorica, sós, magyarod, kókusz, csókot. Minden eladó. Gyönyörű az árum, emberek. Friss, a ropogós, a csokoládés, ostja. Olyton azt mondod, hogy mindent tudsz. Bodót meg bezzeg nem látod, esküszöm, ugye? Esküszöm, hogy nem. Olyan fekete. A piros sapkáját sem vetted észre. Egyszer vaksi vagyok. Na jó, adj egy karton cigarettát. Én nem tartok cigarettát. Nem tartok cigarettát. Nem. Na gyerünk, sietek. Azt mondta, leszokott. Hogy nem, már többször is. Azt hiszem, nem lesz apró. Jó, majd legközelebb. Köszönöm, felügyelő úr, hogy a Madonna áldja meg. Friss pattogatott a kukorica, sós, magyar ötösség, csokoládés, ostját, kókusz, csókot. Beszélnem kell a főnökével. Fontos dolgot akarok mondani. Névfelem bejelentéseket nem fogadunk el. A nevem Umar Hakim. Elhurcoltak egy lány. Értem, emberrablás, de az én főnököm nem foglalkozik ilyesmivel. Ő a kábítószerrel buki, kábítószer osztály. Az is van a dologban. Csak egy nevet mondjon neki. Karolina. Bud Spencerrel a főszerepben, magyar hangja Bújtor István, bemutatjuk a Piedone Egyiptomban című olasz filmet. További magyar hangok. Zente Ferenc, Tilla Tilla, Szokolai Ottó, Balog Emese, Belencei István, Kovács István, Gáti Oszkár, Harkányi Endre, Székely Dávid. A magyar változat munkatársai. Magyar szöveg Lajos Mari, hangmérnök Balog Mihály, rendezőasszisztens Mata Zsófi, vágó Kocsis Éva, gyártásvezető Kovács Gyula, szinkronrendező Veszeli Ferenc. A forgatókönyvet írta Adriano Bolzoni, Massimo Franciosa és Stelo. Fényképezte Luigi Kuweiler. Zene Guido és Maurizio De Angelis. A szinkron a Pannonia Filmstúdióban készült 1980-ban. Forgalomba hozza a Moké. A filmet rendezte Steno. Nagyon szép munka volt, rútoló. Köszönöm ennek. Örülök, hogy szolgálatára lehettem, Don Carmine. Csak mindig mondja meg, mit kíván, és rajtam nem múlik a dolog. Készen is vagyunk, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Maga valóságos művész, rútoló. Hát szerénytelenség nélkül.
Ó, drága jó felügyelő úr, ez aztán a meglepetés. Örülök, hogy látom, minek köszönhetem a szerencsét. Éppen ma reggel jártam benne a rendőrségen megújítani az engedélyemet. Kedves Rótoló, erre nem is gondoltam, te mindig minta ember volt. Köszönöm, felügyelő úr. Azért jöttem, mert szeretnélek megkérni egy kis szívességre. Felügyelő úr, tudja, hogy mindig és mindenben boldogan állok a rendelkezésére. Ideálgas Rótoló, te petárdákat csinálsz, ugye? Jaj, drága jó felügyelő úr, mintha nem tudna, ez az életem. A petárdák. Nagyszerű. Erre van szükségem. Rajtam nem múlik. Tudod, a jövő héten lesz a rendőrnap, és én arra gondoltam, hogy egy szép kis tűzijáték, a szivárvány minden színében. Igen. Mit szólnak hozzá, urai? Maguk Rótoló barátunk vevői, ha nem tévedek. Amerikás olaszok felügyelő úr, nem dicsekvésképpen, de engem Brooklynban is ismernek. Szóval Brooklynból is visszajárnak hozzád. Hát persze, régi vevők. Milyen sok és mekkorák? Ki tudja, micsoda óriási tűziparád. Nem is olyan nagyok, csak gondos csomagolást igényelnek a nedvesség miatt. Ne, felügyelő, ne nyúljon hozzá, veszélyes. Ugyan, Rótoló, ne majrész, mi baja lesz ennek, ha hozzányúlok? Veszélyes játék, felügyelő úr, könnyen robban. Ne viccelj, Rótoló, nem azért jöttem hozzád, hogy nyalókát vegyek. Nekem robbanó petárdák kellenek, anélkül is tűzijáték. Jól mondja, felügyelő úr. Szűzanyám, mit csinál? Ne haragudj, Rótoló, te nem fekete porral töltöd a petárdákat? Hát dehogy is nem. Akkor úgyhogy ez meg fehér? Úgyhogy ez egy egészen új eljárás, én magam kísérleteztem ki. Egy egészen új eljárás. Érdekes. Mi ez tulajdonképpen? Milyen, jó? Tiszta heroin, Rótoló. Ezzel egész New Yorkot bűvöletbe ejtheted. Gennarino, gyere elő, egy-kettő. Én nem tudok semmit, felügyelő úr. Nem tudok semmit, becsület szavamra. Tudod, ki hozta ide ezt a ménkűsok helyet? Külföldről jött, a svéd küldte. Igen, és ki ez a svéd? Nem tudom, amikor megérkezett a szajrédon Rótoló, azt mondta, hogy a svéd nagy stílűen csinálja a dolgokat. Jó-jó, tűnés. Azonnal indulj a cím Torre Afosa. Hány szám? Nincs házszám, Caputo. Ahol meglátod az augusztusi tűzijátékot, helyben vagy. És kérjél 4 kocsit a tűzoltóságtól. Van valami újság? Semmi, minden rendben. Egy pillanat, volna valami. Megszólított egy arab. Abból a fajtából, amelyikkel tele van Nápoly, Omárnak hívják. Hagyj békén ilyen hülyeségekkel, ki ez az Omár? Olyasmit szövegelt, hogy elraboltak valami lányt. Sajnos elfelejtettem a nevét. Gondolkozz. A neve, várjunk csak egy kicsit, Carmelina, nem, Carmelina, mondom, hogy kiesett. Ja, igen, Carolina, igen, Carolina. Nem tudnak semmit. Akkor jó. Don Salvatore, gondolja, hogy a lány tud valamit, és ezért ez a nagy felhajtás? Igen. Nekem sehogy se tetszik ez a dolog. Minél kevesebbet tudtok, annál jobb nektek, fiú. Ma este eljön a svéd, megkapjátok a dohány, felszívottok, és ezzel a dolognak vége. Te itt maradsz, te pedig jössz velem. Jó. Ki ez a luxustyúk? Mit érdekel az téged, hogy kicsoda? Felvállaltuk a melót, megcsináltuk, a többi nem a mi dolgunk. Egyébként megjuttatlak, ha a Salvatore Coppolával dolgozol, akkor semmi bajod nem történt.
Piedone! Olaj, fiúk! Úristen, akkora, mint a Vezúv. Gyorsan, tűnés, tűnés! Szűzönám! Tudtam, hogy bal élet belőle! Igyek, szentek! Gyorsan, menjél föl! Még nem mész! Egy lépése! Vissza! Ne lőjön, ne lőjön! Az anyja keser! Gyere csak! Régen beszélgettünk egy jó maga szállal. Az! Engedd ki azt a lányt! Itt vagyok! Egy röpke pillanat! Parancsoljon! Caputo brigadéros hódolatom! Minden rendben, kisasszony? Igen, köszönöm. Halljam a nevét. Coppola Salvatore. Örülök, hogy vicceskedve ebben. Kinek a megbízásába dugtátok dunszos üvegbe a lányt? Mi az? Fáj a tyúk szemed? Te sem ismered? A lábamat azt ne! A hölgy a nagy amerikai olajmilliómos unokahúga. Mr. Burns-nek hívják. Burns. Nem mond nektek semmit ez a név? Ti szolíd csempészek vagytok. Egyikőtöknek se jutott volna eszébe, hogy elrabolja a lányt. Kik ezek és miért raboltak el? Mindjárt meg tudjuk, ne féljen, kisasszony. Mindig így kezdődik, aztán beszélnek a jó fiúk. Halljam, hogy hívják a fickót. Nézd a szemembe, amikor hozzád beszélek, mert megsértődöm. Szóval? Valami svéd. Valami svéd? Na és milyen ez a svéd? Szőke, barna, milyen? Nem tudom, felügyelő úr, soha nem láttam. Nem ismered, ugye? Nem ismerem, azt tudom, hogy svédnek hívják. Caputo! Parancs, felügyelő úr! Hívd a központot és takarítasd ki ezt a mocskos hajót. Nyilván dugig van kábítószerrel. Értettem, felügyelő úr! Engedelmével, kisasszony. Halló, Dallas? Mr. Morgannel akarok beszélni. Akkor hívjon vissza a nápolyi Excelsior Hotelbe. Pontosan. Köszönöm. Mr. Rizzo, aki ismer engem, tudja, hogy nem vagyok szentimentális. Foglaljon helyet. Köszönöm. Iszik valamit? Nem, köszönöm. Szolgálatban soha. Tudja, amióta a szülei meghaltak repülőszerencsétlenség érte őket Dallasban, Connie olyan nekem, mintha a lányom volna, és maga megmentette. Ezt soha nem felejtem el magának. De még mindig nem tudom, miért rabolhatták el, hiszen egyetlen cent válságdíjat sem követeltek érte. Mert nem volt rá idejük. De az is lehet, hogy csak információkat akartak. Connitól vagy öntől. Mr. Rizzo, szeretnék önnek ajánlatot tenni. Mi lenne, ha ott hagyná a rendőrséget, és nekem dolgozna? A Burns Oil Company biztonsági szolgálatának éppen olyan főnök kellene, mint maga. Nálunk nem babra megy a játék, Mr. Rizzo. Nincsenek barátaink, csak ellenségeink. Connie, minden rendben? A legnagyobb rendben. El sem tudod képzelni, milyen mulatságos, amikor Rizzo felügyelő dolgozik. Még egyszer köszönöm. Ne felejtsd el, hogy Cerullo professzor vár minket. Világ életemben elkerültem a megszállottakat és a fantasztákat. Ne kívánj tőlem ilyesmit. De Cerullo nagy tudós, Eddi bácsi. Elfelejted, milyen kedves volt velünk Egyiptomban. Hogy felejtettem volna? El azóta egyfolytában üldöz. Levelekkel, tanulmányokkal ostromol. Arról akar meggyőzni, hogy szenzációs felfedezésre jutott, amely majd forradalmasítja az egész olajpiacot. Omar is azt mondja, hogy korszakalkotó felfedezés. Omárt mondott? Milyen Omar? Omar el-Hakim, az egyiptomi idegenvezetőnk. Tudod mit, Eddi bácsi, menj el nélkülem az öreghez. Hadd mondja elő neked az ajánlatát. Nem szeretnélek befolyásolni. Szívesen megismerkednék egy tudós emberrel. Élő tudós még nem láttam. A rendőrségnél nem sok hemzseg belőlük. Oké, hát akkor lássuk ezt a korszakalkotó zsenit. Coleopterus biforcutus? Nem. A Scorpio deserticum. Connie nem viccelt a telefonban. Meggyőzte a nagybátyját. A mai nap a győzelem napja. Nem csak a tudomány győzött, hanem én is, Mr. Burns. Rá fog jönni, hogy a felfedezésem többet ér, mint az angol bank összes aranya. És a titok itt van, a létező 300 000 fajta Coleopterus egyikében. Hinned kell nekem, Omar. Hiszek önnek, professzor úr. Hát akkor miért vágsz ilyen képet, he? Egy napon a tanulmány címlapján ez fog állni. Omar el-Hakim a fordító, a nagy Cerullo egyiptomi barátja. Ami pedig a titkomat illeti, az itt van, a fejemben teljes biztonságban. Aheballah, ha Isten is úgy akarja. Ő az, Mr. Burns! Hát, te gazember.
Az volt a feladatod, hogy szemmel tartsd a professzort, de te meg akartad játszani a rettenthetetlen hőst, és kiszabadítottad azt a lányt. Súlyos hibát követtél el, barátocskám. Bocsánat, szabad? Nem zavarunk? Mi történt itt? Helyében nem gyújtanék rá, valaki nyitva felejtette a gázcsapot. Mr. Rizzo, ez a dolog nem tetszik nekem. Egyáltalán nem tetszik. Először elrabolják az unokaugomat. Most ez a hulla a konyhában, a professzor pedig sehol, mintha nem is létezne. Létezik, legyen nyugodt, majd megtaláljuk. Ide figyeljen, havi 5000 dollárt kínálok magának, a hajlandó nekem dolgozni. Elfogadja? Sajnos előbb van még egy kis dolgom, Mr. Burns. Szívből sajnálom, de ha netán meggondolja magát, Egyiptomban utolér, mert innen odautazom egy üzleti tárgyalásra. Egyébként holnap reggelig Nápolyban vagyok. Viszontlátásra. Minden jót. A gyilkossági osztályt. Te mesélhetnél nekem egyet mást, igaz? Talán még azt is tudod, hová vitték a professzort. Eddie bácsi, hogy utazhatunk el anélkül, hogy tudnánk, ki ölte meg Omart, és hogy hová tűnt a professzor? Conny, a rendőrségen mindent elmondtuk, amit tudtunk. A többi nem a mi dolgunk, hanem az övé. Isten bizony, havi 5000 dollárt ígért felügyelő úr. Az anyját. Maga merőbb, mint Tigerman, a magándetektív. Tiger, Tiger. Az ki? Tigerman. Tigerman, úgy is lehet mondani. Készen vagyunk, Mr. Burns. A podgyászokat is felrakták? Igen, uram. Oké, akkor indulhatunk. Ezek aztán tudnak élni, felügyelő úr. Szex, nők, viski, mint Marlowe. Marlowe? Az az, Marlowe a magándetektív, az a szőke amerikai. Philips. Szőkét mondtál? Szőke, szőke. Miért nem szőke? De és milyen szőke? Werner Kutfeld, alias Wolfgang Heder, alias Amelio Vasco, alias Hans Remengen. Most meg vagy, barátocskám. 50 országban kerestelek, de tudom, hol találok meg. Új lenyomatot kell vennem róla. Mi van? Ne hűskedj, bodó! Mi az ördögöt csinálsz? Nézd meg az ember! Mit képzelsz? Ilyesmit bűnözőket szoktak csinálni? Ki kérje magamnak ezt a bánásmódot? Na, elég legyen ebből, nem unod? Hagyd abba, bodó! Veszélyes bűnöző vagy. Csak rád kell nézni, és 10 év szigorított.
Ha bejön valaki, lesül a képemről a pör. Mi van itt már meg? Na, ugye megmondtam. Jó napot, felügyelő úr. De megrakalak egyszer, büdös kölyök. Impozimátó! Védd ezt az anyagot az archívumba. Tudod, hogy jó ötletet adtál? Én? Nem, komolyan? Nagyon jó ötlet. Igen, néha előfordul. Bocsásson meg, többé nem fordul elő. Elmegyünk Maszeknak, Caputo. Tessék? Caputo, magándetektívnek. Nem azt mondtad, hogy egész életedben erről álmodoztál? Ó, na végre, hál' Istennek, világ életemben magándetektív szerettem volna lenni. Menj le a telexbe, és közöld Mr. Bounce-el, hogy Kairóba megyek. Kairóba megy? És te elkísérsz. $5000 két ember is megél. Így igaz, a pénz a legfontosabb. Akinek pénze van, annak mindent szabad. Diadone, komolyan elutaztok? Gyere csak ide, Bodo. Ide figyelj, fiatalember. Ha jól értettem, rendőr akarsz lenni. Na, nehogy rendőr akarok lenni. Jól értetted, mint te. Tényleg, miért is? Ne két rendőr is megfér egy családban. De ahhoz, hogy valaki rendőr lehessen, meg kell tanulni engedelmeskedni. Csak azt tud parancsolni, aki engedelmeskedni is tud. Oké. Tudod most, mit csinálunk? Te szépen itthon maradsz Capocci nénivel. Mi az, hogy nem hashajtót akarok beadni neked. Capocci néni nem csak kitűnő rendőrhadnagy, de téged is nagyon szeret. Ő fog rád vigyázni. Te pedig minden áldott nap iskolába mégy. De nem úgy, mint múltkor, igaz? Világos? Oké. Azért. Most menj le a telexbe, aztán Caputo hazavisz. Értjük egymást? Oké. Tigerman, ezt nevezem. Remény fickó, ez nem ismer akadályokat. Az ezer arcú hekus. Caputo! Parancs, felügyelő úr! Úristen, hogy nézel ki? Ez csak álca, főnök, el akarok kerülni a feltűnést. Mi a fenének kell neked álcázni? Vettem volna fel az egyenruhát? Ön Mr. Miku? Igen. Hány gyereke van? 5 óra. Kérem, jöjjenek velem. Tessék. Igen, gyertek. Pardon. Nagyon jó. Caputo. Felügyelő. Olyan fehér vagy, mint a fal, csak nem félsz a repülőgéptől. De ugye miért félnék a repülőgéptől? Csak itt nagyon furcsa dolgok történnek. Eltűnik a fasít a tányéromról. Hát előfordul az ilyesmi. De nem volna szabad, hogy előforduljon, érti? Eltűnik a fasírt, és te nem csinálsz semmit. Dehogy, és nem láthatja, hogy olvasok. Szerintem valaki lopja a fasírtot. Különben üljön le, parancsoljon. Üljek le, és netán őrizzem a fasírtjaidat? Vagy hogy el ne vigyem az álmodat? Apropó, Caputo. Amikor átadtad Bodót Capocci-nénak, mondtad neki, hogy fogja a rövid pórázra? A rövid pórázra? Nem kutya, az felügyelő úr. Te viszont kutyaütő vagy. Miért mondja ezt? Tudod, hol van Bodó? Nápolyban. Az ülésed alatt, Caputo. Hol? Az ülés alatt ez az anyaszomorító gazember. Gyere ki, egy kacsú, gyere ki! Na lám, csak egy potyautas. Hát, nekem egyszerűen megáll az eszem. Most már tudod, ki ette meg a fasírtjaidat. Elvetem őt fasírtolva. Jól van, Bodó, bravo, bravo. Piedone, én szót akartam fogadni. De aztán elment tőle a kedvem. Nem bízom benne. Kiben nem bízol? Hogy kiben? Azt hiszed, elengedlek egyedül Caputóval Egyiptomba?
Azt hiszem, teljesen hülye vagyok. Úristen, most nézd meg, hogy ez a büdös kölyök hogy leéged bennünket. Na nyomás, állj föl! Nem elég, hogy disznóságot csinál, még vissza is pofázik. Cselekedjen! Caputo. Igen? Megkérnélek egy szívességre. Amint leszel a gépem, így az első rendőrőrszobára is hazatoloncoltatod, de rögtön. Jó. Megértetted? Ahogy parancsolja felügyelő úr, te pedig egy lépésen mozdulsz innen, világos? Darabokra szincálok, érted? Itt maradsz! És csend! Inkognitóban utazni? Hát, ez a csúcs, felügyelő úr. Az inkognitónak lőttek kaput. Tényleg? Az legyen az első dolgot, hogy elintézett Bodót. Rendben. Aztán ebben a szállodában találkozunk, itt a cím. Értettem. Én addig nem jelentkezem, Mr. Börstén, míg maga vissza nem jön. Ne izguljon, felügyelő úr. Maga most mit fog csinálni? Caputo. Igen? Én most az Aeroklubba megyek. Jó, rendben van. Nézd, Caputo! A Nílus! Igen. Hová mész, Bodó? Gyere vissza! Gyere vissza! Várjál, ne rohanj, gyere ide! Büdös kölyök, nem fogok hallgatni miattad. Értsd már meg végre! Végre. Csak hogy megint Afrikában vagyok. Mi az? Te jobban szereted Afrikát, mint Nápolyt? Caputo, Afrika egy egészen más tészta. Az, majd adok én neked Afrikát. Na, add ide a kezed és nyomás. Oliszmán, ó, drága kolléga úr, engedje meg! Caputo brigadéros Nápolyból. Itt ez a potyautas, tolontsák vissza a Nápolyba! Mindenképpen vissza kell mennie! Semmi keresni valójai! Értsék meg, illetéktelenül tartózkodik itt! Vigyék haza ezt a kölyköt, süketek maguk! Ezt a sok fafejűt! Hát minek megy rendőrök, hogy nem beszél idegen nyelvet! Gyere, ne fel! Lótan a riba, mert fogom is ebben. Valójában Jack Connorsnak hívnak. Vagy lövök? Inkább eredj az útból, ez komoly dolog, barátocskám. Érted belőle, pedig világosan megmondtam neki, hogy mit akarok. Na, csak tudnám, hogy jutunk el abba a rohadt szállóba. Menj már! Csak, hogy itt vagyunk. Ki te?
baja van magának? A szállodat terület, most már nem volt ére jövök. Kicsit el, halasz, most csomag meg a gyerek, mondj már valamit. Hadd alud. Mi valutát hozunk nektek. Tessék. Kedves barátom, nem is reméltem, hogy ilyen hamar találkozunk. Üdvözlöm. Ciao. Isten hozta. Ezek szerint meggondolta magát. Úgy van. Ezután önnek dolgozom. Hát ez egyszerűen fantasztikus. Kanni, mostattól kezdve Mr. Rizzo kizárólag nekünk dolgozik. Ez nagyszerű, nagyszerű. Zakár, nézd meg, ki van. Ez itt Mr. Rizzo, az olasz rendőrfelügyelő, aki kiszabadította Kannit. Bemutatom ember Zakárt, kedves jó barátom. Isten hozta Kairóban. Nagyon kedves. Ember barátom nélkül a Burns olajtársaság nem boldogulna ilyen könnyen Közel-Keleten. Ne túlozzuk el a dolgokat, Edward. Majd én megmutatom magának Kairót. Ha nem haragszol, Eddie bácsi, felmegyek a szobámba pihenni. Menj csak, később találkozunk. Hát viszont látásra. Tessék. Meg kell mondanom, hogy a legjobbkor érkezett Mr. Rizzo. A lehető legjobbkor. Tudja, Jack Connors a magánrepülőgépen pilótája, aki csak néhány hónapja az alkalmazottam, és valóban zseniális pilóta. Hirtelen eltűnt. Kis hián a repülőgépe is eltűnt. Hogy érti ezt? Pakolgépet találtam a kabinban. Ez komoly, Mr. Rizzo? Gondolom, kirobbanó lelkesedéssel akart fogadni. Szabah al-khair, harakom Said. Ehlen bikom fi hotel Unterhaus. Aszef nafán. Na jó, hogy is hagytuk abba. Idesis barátocskám, 3-2-5, meg 1-6, úgyhogy ez sajnos az enyém. Na mit szólsz hozzá? Azt, hogy legközelebb. Olyan szerencsétlen, hogy ez már undorító. Pláne, ha meggondolom, hogy tőlem tanultál zsugázni a kutya mindenségét. Király, király, király. Ez meg a duász. Én nyertem. Most nézzenek oda, és mennyit nyertél? Egy pillanat. 2, 4, 16, 32, 64, 128, stb. Az annyi, mint összesen 1024 dollár. Hogy mennyi? Erőltesd meg magad. Összesen 10 játszmát nyertem, 2 dolláros alapon. De ha emlékszel, minden esetben kontrasztál. Így tehát összesen 1024 dollárra kontrasztam? Ez igen, nagyszerű. A számtal lesz kétet, a soha nem érted bezeg, amikor a kártyáról van szó, kiderül, hogy elektronikus agyad van. Szép kis firma vagy. Fedezzék be gyorsan. Nem hagynád végre abba. Vedd már le ezt a maskarát. Miért? Én csak állandó készenlétben vagyok. Ez a dolgom, nem? Hé, Piedone! Ez meg mi? Ez még mindig itt van? Kaputo, a parancs az parancs. Tudom, de nekem az arab kínaiul van. A lelkemet is kitetem, de senki sem ért. Nesze itt az 5000 dollár. Még bűzlik az olajtól, az előbb kaptam Burns-től, és ez még csak az előleg. Add meg a tartozásodat! Jó, ne izgulj, nem szaladok el. Főnök, a szupermenő akcióra kész. Mi a teendő? Mi volna, ha egyszer mindent elpusztítottatok? Én? Ez a büdös kölyök. Mindig csak ő, mindig az a büdös kölyök. Ha az a büdös kölyök annyit enne, amennyiről mesélsz, már rég akkora lenne, mint én. Egy, felejtsd el azt a pisztolyt. Értettem. Kettő, az 5000-ből 1 dollár se költhetsz. Három, bemégy szépen Burns szobájába, és elintézel nekem 2 fontos dolgot. Miért, felügyelő úr? Hogy miért? Na mit gondolsz, hogy miért? Egy professzor, aki a szkarabeus bogarakkal foglalkozik, és beszélni akar egy olajmilliómossal, vajon miért tűnik el hirtelen? És mivel Connie szerint az öreg egy halom levelet és jelentést küldött Burnsnek, te észrevétlenül bemégy a szobájába, és elhozod ezeket a leveleket és jelentéseket, világos? Tehát hogy veszi azt ki magát, hogy neki dolgozunk? Én meg ellopom a papírjait, felügyelő úr. Caputo, nagyon szépen megkérlek, hogy tedd, amit mond. Oké. Na, eredj. Nocsak. Nem azt mondta, hogy fáradt és aludni akar?
Egy-két találós kérdést azért én is föltehetnék neked. Ki maga is, mit akar? Kebir! Ez Rizzo felügyelő. A nagybátyámnak dolgozik. Tőle nem kell féltenie, felügyelő úr. Bemutatom Kebir hadnagyot. A barátom. Szerettelek volna meglepni, Koni. Képzelje, felügyelő úr, kénytelenek vagyunk titokban találkozni. A nagybátyám ellenzi a házasságunkat. Mert nekem sem privát repülőgépem, sem olajkutyáim nincsenek, szóval nem vagyok Connyhoz való. Gyerünk! Mi történt? Tehát... kilőtt? Hogy annyit fedezlek? Egyes uram! Á, jöttem még az én utcámba. Ezt a marát. Ezek cserulló levelei. Coriolano cserulló. Ráadásul Coriolano. Ez a felfedezés, amelyet Maláziában és Venezuelában is ellenőriztem. Szeret utazni, professzor úr. Bizonyítást nyer Egyiptomban is, mind a tudományt, mind a kőolajipart alapjaiban rázza meg. Ramszesz fáraó szobra eredeti épségében 150 láb magas volt. A nagy fáraó nevét a jobb vállára vésve láthatják. Abbes színbelben áll Ramszesz fáraó és felesége Nofretete szentélye, amelyet szíves figyelmükbe ajánlok. És most, hölgyeim és uraim, tekintsék meg a világ hírű hieroglifákat. Ha óhatják, fényképezhetnek is, csak arra kérem önöket, ne használjanak vakit. Bocsánat, valamelyik utikalauzban azt olvastam, hogy találtak itt valami ehhez hasonlót is. Így is van, uram, jöjjön velem. Elnézést kérek.
Itt van, látja? Uram, áruljon el nekem valamit. Mi a jelentés ennek a szimbólumnak? Esetleg valamelyik szektának a jelvénye? Nem, uram. Ezt a félholdat a maja sivatagban élő nomád törzsek főnökei viselik megkülönböztetésül. Mr. Rizzo! Mr. Rizzo! Örülök, hogy találkozunk. Anesneko. Faddal. Komicsakar. Faddal. Ne csodálkozzon. Tudja, hogy van? Az olaj nagy úr. Ez is hozzátartozik. És én is Burns barátunknak dolgozom. De mondja maga, mit csinál itt? Tudja, általában Ádámtól, Évától kezdem a nyomozást. Á, maga nagyon-nagyon vicces ember. Ádámtól, Évától rendben van. De a fáraóknál kezdeni talán túlzás. Persze, ha sok ideje van, nézze meg második Ramszesz kolosszusát, lélegzetelállító. Gondolom, ritkán találkozik olyannal, aki magánál is nagyobb. Bevallom, hogy életemben most először érzem kicsinek magam. Fantasztikus méretek. Akár Nápolyba. Éppen olyan, mint Nápoly, csak mondjuk tízszer akkora. Én is ismerem azt a híres mondást. Nápoly az egyetlen olyan keleti város a világon, amelynek nincs és soha nem is volt európai negyed. Meg kell mondanom, hogy gyönyörű város. Ha nem is könnyű eligazodni benne. Nekem mondja. Én itt mindenféle náció. Én például török vagyok. Igen. És ha megnézi a családfámat, lépten nyomon beleütközik egy bejbe, egy nagyvezírbe, vagy egy kormányzóba. Ah, népes família lehet. Ugye. Tudja, azok az idők már rég elmúltak. Bár az is igaz, hogy nem kell messzire visszamennünk a történelemben. Vegyük például a nagyapámat. Fél Egyiptom ura volt. Mondja, kik azok, akik olyan fekete köpenyfélét és piros turbánt hordanak? Á, biztosan Eklassen híveire gondol. Van egy szekta, annak a tagjai öltöznek így. Egyébként ma van a főünnepük. Ádám és Éva találkozását ünneplik a földi paradicsomban. Ha érdekli magát, menjen el a Szaladin mecsetbe. Nagyon fog csodálkozni, ha meglátja, mennyi híve van ennek a szektának. Bizony. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يقيمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر محمد علي كل هو الله يا علي كلام
Effendi. 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 Uram, itt vagyok. Isten hozta az üzletemben. A nevem Magéré. Milyen szőnyeget parancsol? Van itt turkesztáni, perzsa, szamarkandi, kínai, amilyet csak óhajt az úr. Valami olcsóbbat szeretnék, ami bírja a porolást. Értem, effendi. Talán egy szmirnait, egy bokarait, egy tadzsikisztánit, van itt mindenféle és minden színben, uram. Milyen színre gondolt? Fekete alapon pirosat akarok. Azt mondja, hogy fekete alapon pirosat? Gúnyt akarsz űzni a kis Magéréből, effendi? Nem, nem, hova gondolsz? Nagyon a szívemre venném. Amint látod, effendi, nem biztos, hogy mindig az a jó, ha valaki nagy és kövér, igaz? Hát te meg mit csinálsz itt? Mi történt vele? Úristen, ezt a balfácát. Állj fel! Halljuk, beszélj! Jögg már ki, mi történt, meg nem utálja tényleg. Hogy beszéljek, ha le van ragasztva a szem? Jobb is, ha hallgatsz. Becsavarva egy szőnyegbe, balonkabádba, mintha esne. Itt sose esik, felügyelő úr, de fogyok úrászata, mert minkül nehéz. Igazán nem tudhattam, hogy te vagy alattam. 2 tonna szűzanya palacsintát csinált a vesémből. De jól megkötöztek ezek a disznók. Megtaláltam a professzor leveleit. Á, bravo, és hol vannak? Hogy hol vannak? Úgy kupámágott valaki, hogy azóta a világon semmit se értek. Mert azelőtt mindent értettél, mi? Ha nem is mindent, azért valamit, de amióta leütöttek, semmi. Teljes sötétség. Te jó Isten, az meg kisoda, meghalt? Ki és hol? Ott egy hulla. De hogyha ott meg, csak játssz a hülyét, hogy ne kelljen bunyózni. Á, szóval direkt csinálja. Na, na, mit gondoltál? Mit csinál, felügyelő úr? Itt hagy! Csak nem félsz a mumustól. Na, talán foglaljuk össze a dolgokat. Én megérkezem, és te megpróbálod felrobbantani a repülőgépet. Aztán az a vágyat támad, hogy egy 9-es kaliberű kamerával sztárfotót csinálj rólam. Akarok 2 szót váltani a barátaimmal, és te mit csinálsz? Kígyót csempészel a topánkámba. Be vagy tojva, mi? Nyugi, csak 1-2 apró kérdésem lesz. De aztán jól válaszoljál, mert ha nem olyan laposra verlek, hogy azt hiszed, szőnyeg vagy. Gyere ide. Jó van. Ne ugrálj. Tehát a svéd fogva tart egy öreg urat, igaz? Igaz, effendi. Halljam, hol van most? Májedben, a tribus hivatalban, effendi. A nomád harcosok földjén. Én ott soha nem jártam, effendi. És tudomásom szerint senki nem tért vissza onnan élve. Azt mondtad, Májed, biztosan szép hely. Azt hiszem, megér egy kirándulást. A svéd kitől kapja az utasításokat? Mi az, nincs nyelve? A svéd hivatásos gyilkos megrendelésre öl. Azt mondtam, beszélj, megszólalnál végre! Nem tudom, kinek dolgozik, effendi. Azt a svéden kívül senki sem tudja.
Mit állsz itt? Kapd el! Igen, rögtön. Kígyó méreg. Ez a halál. Halla az élet ura. Halla a halál ura. Halla oltalmazzon, effendi. És nem egy vissza a szállodába, mert holnap reggelre meghalsz. Hé, te! Beszéltem Allahkal, azt mondja, még nem jött el az órád. Miért akarsz megmenteni? Mikor én többször is meg akartalak ölni? Miért vagy ilyen nagy lelkű hozzám? Heiser, Adiel, Koriel, Koriel, Kema. Mi újság, hogy állnak a dolgok hosszán? Allah akarata szerint. Te jól vagy, idegen? Ha vége lesz ennek a mókának, azt hiszem, sokkal jobban leszek. Látom, hogy a fegyverek, amiket küldtem, megérkeztek. Ígérem, hogy hamarosan kaptok további 200 puskát. Arra kellene, hogy megvédjük a Tibbuk szabadságát és Majed földjét. Nekünk nem parancsol senki. Csak azért teszem meg, amit kívánsz, mert Hassan nem másítja meg a szavát. De ha végrehajtottam a feladatomat, idegen, messzire kerüld el a földünket. És a professzor úr? A professzor egész nap a sivatag skarabeusait tanulmányozza. Haszontalan vénember. Haszontalan? Több arany van a fejében, mint Arábia minden kincstárában. Megbízom, éppen arra kíváncsi, hogy mi van a fejében. Vedd fel! Kivel beszélek? Én vagyok, Connors. Egyáltalán nem vagy olyan biztos kezű, mint amilyennek hiszed magad. A Digo Hecus még mindig él, és könnyen rájöhet, hol rejtegetjük a professzort. Vidd Cserulót Karumba, azonnal. Nyílt két zót, a többiről majd később. Ha nem tévedek, meg kellett volna ölnöd valakit, és nem sikerült. Furcsa. Egy kicsit szklerotikus vagy, de egyébként minden rendben van, te adefagus metabolikus. Á, maga az fiatalember. Mikor érkezik ő, Mr. Burns? Hamarosan találkozik vele. Nagyszerű. Belátom, hogy a titoktartás miatt elkerülhetetlen volt ide cipelni engem egy hajóbőrönben, ráadásul alvó állapotban. Nem mindennapi ötlet. Hiába, minden milliómosnak megvan a maga bogara. Fogd a táskádat! És gyerünk! Na, mire vársz? Indulás! Szedd a lábad! Gyorsan! Mozgás!
Ablána, nem mond. Itt a Mikulás. De hogy van itt? Csak álcázom magam, nem látom? Csak ne álcázz magad, mert mindnyájunkat rács mögé dugnak. Gyere, gyöltözz át! Itt. Miért nem jössz oda a többiekhez? Inkább itt maradok, nem akarom, hogy hallgass miattam. Mindenki vidám, jól érzi magát. Én egy kicsit kevésbé. Majd gondolj rá, ha nem leszek itt. Miért? Hová megy? Egy sivatagi őrjáratot vezetek. Ellenőrizni kell a karavánokat. Ez a tiéd. Mi ez? Egy egyiptomi parfüm. Azt mondják, az ősi receptek szerint készült. Szívem szerint más szerettem volna ajándékozni neked. Remélem, jól szórakozik Mr. Rizzo. Sajnos elmúltam 18 éves. Hát, hogyha fiatalnak lenni szerencse, a mi kis Conning kétszeresen szerencsés. Igen? Gondolja meg, hogy a mai napon több milliárd dollár bocsan az ölébe. Hogy érti ezt? Úgy, hogy a mai napon lett nagykorú. És átveszi az örökségét, azaz az olajtrust részvényeit, amelyek eredetileg az apjáé voltak, Edward bátyjáé. Hogy a Burns Petroleum Company, nem Mr. Burns-é. Ó, dehogy. Azaz, hogy csak egy egészen csekély mértékben, igen. Tudja, ő voltak éppen csak az ügyvezető igazgató. Caputo. Mit csinálsz már megint? Felvettem az egyiptomi fazont. Az egyiptomi fazont? Hogy biztosan is felismert? És ez a névkártya, mutasd. Mi van vele? Vedrúf, Elrúf, mi a fene ez? Elrúf, miért nem jó név? Azt mégse írhattam ki, hogy Caputo. Halló, halló, Bodo. Halló, itt pizza, vége, Péter. Mi az, hogy itt pizza meg halló? Agyadra ment a meleg? Bodóval beszélek, ez az egyetlen mód, hogy nyugton maradjon. Halló, Bodo. Hallasz, Péter? Erre voltál kíváncsi, megkaptam. Ilyen égetni valót még nem láttam. Mr. Reed. Van két percet? Természetesen. Akkor jöjjön. Nos, mi újság? Minden rendben, barátom? Soha nincs minden rendben. Hát igen, ez sajnos így van. Mr. Rizzo, beszélni szeretnék magával. Tudja, eddig nem volt... Foglaljon helyet. Köszönöm. Eddig nem volt alkalmam megköszönni, hogy elfogadta az ajánlatomat, és most nekem dolgozik. Nézze, a nápolyi kaland után nevezzük talán így. Jaj, bocsásson meg, biztosan inna valami. Hát... Ebben a hőségben biztosan jól esik. Na várjon, szólok a pincérnek. Mindjárt jövök. Mi van? Megmentetted az életemet. Vedd úgy, hogy attól a pillanattól kezdve Szafír a te rabszolgád. Jó, jó, rendben van. Egy mozdulat és halálfia vagy, uram. És csak. Mérgezettek? Igen. Mindenáron meg akarnak téged ölni. Allah oltalmazzon, effendi. A fogoly, akit keresel, itt van Kairóban. A Karumbazárban megtalálod. Nincs meleged ebben a vacakban? Nincs, felügyelő úr. Csak bebeszélés, hogy itt meleg van. Ne állítsd le a motort, rögtön jövök. Értettem. Felügyelő úr, maga simán beveszi azt, amit az a sötét alak mondott. Senkitől sem veszek be semmit, de ellenőriznem kell mindent. Na jó, jó. És hámozd ki sátán kettőt a plédől, mert rögtön megfullad. Már is. És hámozd ki sátán kettőt a plédől, mert mi a fenét csinál? Rejteles üzenetet. Egy frász, Bodo kucorog a plédől. Bodo? Bodo, persze. Hogy... Mamma mia, az Isten ostor ehhez képest habfürdő. Bodo. Te már megint itt vagy. Én nem is tudom, mit csinálok veled. Nem itt, semmit. Piedonéból nem lehet hülyét csinálni. Le a kalappal előtte. Jó fej. Olyan szeme van, hogy na, még a pléden is keresztül lát. De téged beúztalak a csőbe, igaz? Engem. Na nyomás kifelé, gyerünk, ne mondjam kétszer.
Mikor találkozhatom már Mr. Burns-el? Nem sokára. Nem sokára, nem sokára. Tudni akarom, mikor mehetek ki ebből az egérjükből. Apolo, te szeki? Go! Mindig csak egyél. Go, go, go! Ön bizonyára, Mr. Burns, az olajkirály. Professzor úr, nekem csak annyi benzinem valami a kocsim tankjába befél. Na, gyerünk innen. Akkor kicsoda maga? A formasságokat majd később. Menjünk. Igen, igen. Professzor úr, az Isten áldja, meg igyekezzen. Jó, jó, de ezek nagyon fontos magának, és nagyon kényesek. Gyorsan, indulás, menjen már. Tűnjünk el innen gyorsan, professzor úr! Hűha! Professzor úr, gyorsan, tűnjön el innen! Jó van, de... Kapcsolatban. Kivel barátkozott Cserulló professzor itt Egyiptomban? Omárral. Ő volt az idegenvezetője és a tolmácsa. Néha Kebir is csatlakozott hozzánk. Belünk jött a sivatagba, ahol a professzor a kutatásait végezte. Kebir sokat segített nekünk. Más nem volt? Nem. A professzornak nem igen voltak barátai. Illetve talán egy valaki. Talált. Egy egyiptomi régész. A Torinói Egyiptomi Múzeum vendégeként járt is Olaszországban. És hol találom meg ezt a régészt? Nem Kairóban lakik, hanem egy Asszuán melletti faluban. Voltam is nála a professzorral. Kellemes hajóút. Komombónál kell kiszállni. Van ott egy gyönyörű templom. Az ókori egyiptomiak a krokodil király tiszteletére állították. Thank you.
igaza volt, felügyelő úr, megjött a hajó, és perszki pontosággal. Miért, mit gondoltál, ez a Capri-Nápoly járat? Figyelem, fél órát áll a hajó. Kérjük utasainkat, akik megkívánják tekinteni a Komombói templomot, hogy a hármas hajókrüti elére haladéktalanul térjenek vissza a felére. Felügyelő úr, a professzor nem jött. Nyugalom. Gondolj! Felügyelő úr, igaza volt, ő lesz, az pontosan ráillik a személyleírás. Ott a kis öreg, és mégiscsak kiszállt. Milyen fürge, akkor minden rendben. Advokát! Segítség! Segítség! Mit csinálok? Segítség! Elefántnak nyomolni! Csak az, amire számítani lehetett. Hogy maga tudta? És nem csinálunk semmit, hogy kiszabadítsuk? Ezek csak végrehajtják a parancsot. Engem az érdekel, ki van a háttérben. Mamma mia, mint a svábogarak. Furcsa gusztusa van ennek a professzornak. Azt mondja, Coleo Tropelio. Ah, ez a dög neve? Ha csak a dög neve lenne, de ez egy csinos anagramma. Úgy érti, telegram? Jaj, Caputo, anagramma, azaz betűcserével kifordított szó. Ah. Tegyük fel például, hogy én rád nézek, csak azért, hogy megértsd. És azt mondom neked, tekrén. Ah, mi az, hogy tekrén? A kretén anagrammája. Az meg ki? Te. Én? Hát. Világos. Tehát ez a szó, hogy tropélió, az petrólió. Elnézést, felügyelő úr, jó kretén vagyok, tudom, de miköz a petróliumnak a svábbogarakhoz? Ez nem megy a fejembe. Nem svábbogász, Carabeus. Jó. És ha igaz, amit a professzor állít, Nobel-díjat kap. Isten bizony. Aha. Tudod, mit csinálsz most? Mit? Bodóval együtt ebben a pillanatban visszaindulsz Kairóba. Te pedig szíveskedj tisztességesen viselkedni, igen? Megígérem. Megígérte. Jó van. És maga a felügyelő úr? Én? Van egy kis dolgom a Majedoázisban, a Tibbuk földjén. Ahol ezek a fekete turbános fekete lovasok élnek, de vannak ott vörös turbánosok, svédek, professzorok. Csupa érdekes ember. Na. Egyedül megy? Úgy közben mindig akad egy-két barát. Na, eredj, Caputo, eredj. Azt kérdezi, hogy hívnak? Rizzo. Az én nevem Hamed. Amikor kicsi voltam, az apámtól tanultam meg olaszul. Gyümölcsöt adtunk el a Suezben állomásozó olasz katonáknak. Na nézd csak, ide akarok menni, Majedbe. Majed! Nem arról!
Hát a vahat meg nun, a lakális nun, a rik gyahim, a sejtim. Egy pillanat, mi ütött belétek? Mi bajotok van? Hát a vahat én gyan, ebben a kális, a lakális. Mi ez a nagy izgalom? Nekem ám rózs meg nun. Hajj! Mindjárt megbolondultatok? Épp az, hogy nem bolondultunk meg. Egy szót sem értek az egészből. Ha májedbe akarsz menni, te vagy a bolond. Bárhová mehetsz, de azt a földet messzire kerüld el. Könnyebb egy hitetlennek bejutni Mekkába, mint megközelíteni a Tibbuk földjét. Májed az ő birodalmuk, és mindenkinek tabu. Ideálgas, nem azt kérdeztem tőled, hogy kellemes kiránduló helye, hanem azt, hogy hol van. A májedek a túlsó parton élnek, túl a dűnéken, egy hatalmas sivatag közepén. Meg akarsz halni, testvér? Az ő szemükben minden idegen ellenség, féktelen népség. Rövid, ez talán bíz rá. Allah idáfa anna! Jó, ne izgazd magad, nem a ti bőröteket akarja, hanem az enyémet. Nyugi, Allah. Már itt sem vagyok. Allah. Eresz, nem kell mindjárt kétségbe esni. Mehetünk is, a többi a krokodilok dolga. Zsíros reggeli lettem volna. Most mondd meg, nincs elég bajunk, ráadásul még ez a szerencsétlenség is. Meg sem mozdul, üresben forog, ez meg itt trónol. Most légy okos, nagy okos. Megmondtam neked, hogy nem erre van az út, hanem arra, de te sosem hallgattál. Mi az, hogy megmondtad neked? Adjad, amit a sivatagra. Igenis, megmondtam. Megmondtam, és most kezd meg, amit főztél. Neked áll fejed, mikor úgyis annyi a gondom. Ha pedig tudod, miért nem nyitottad ki a szádat? Most hallgatsz, mi? Nem az iszlát. Az iskoláját. Nem bírom tovább. Lehet kibírni, nem érzem a lábamat, felújjakzott a talpam, jaj! Mamma mia, az egésztől azok a rohadt svábbogarak tehetnek. Csak tudnám, hogy hol vagyunk. Lehet, hogy meg se találnak. Oda néz, Caputo! Nem kell mai részni, már meg is találtak. Tisztelt uraim!
Hű, az anyád, de feketék. Rosszat fogok álmodni az éjjel. Mi van? Ez az a híres arab vendégszeletet? Talán megkínálnátok valamivel a messziről jött ideget. Hé, ne olyan hevesen. A főnökötöket várom, mindjárt itt lesz, ne izguljat. Na, ugye. Gratulálok. Már át is adtad a hajóról zsákmányolt utasodat. De aztán nem vesztegeted a drága időt. Emsiku! Allen! Elég volt. Van itt valami, ami biztosan érdekelni fog. Ezt egyenesen Nápolyból hozom. Ezek szerint ismerted az öcsémet, Omárt. Igen. És azt is tudom, ki ölte meg. Enchico! Oké, okay. Jó, értettem. Megadom magam. Okos ember ért a szép szóból. Kikötöttek, mint egy szamarat, és megkötöztek, mint egy sonkát. Ezt a szégyent! Lesül a képemről a bőr, Bodó! Bodó, szabad is már ki! Ha például nem megtudja, hogy hagytál itt kínódni, szorulsz! Szerinted ez elég éles? Igen, igyekezz már, Bodó! Te is tudod, hogy mindig úgy bántam veled, mint a fiam lennél. Na, siess már! Ha még egyszer sikerül, visszajutunk Nápolyba, megígérem! Hogy soha többé nem zavarsz iskolába. Esküszöm? Esküszöm, Isten bizony! És megengedett, hogy vezessem az URA kocsit. Hát persze, az URA kocsit, a tankot és mindent, amit akarsz, csak gyere már is szabadíts ki! Bodó, mire vársz? Gyere, vágd le! Gyorsabban! Már! Igyekez! Jó van! Jaj, Istenem! Na, futás! Fogd a kosarat! Csináljuk úgy, mintha a szőnyeget árulnánk! Na, indíts!
És te azt a barátom. Talán jobb is így, hogy Hasszán életben hagyta. Voltaképpen így sokkal szórakoztatóbb a dolog. Hogy tetszik önnek Mr. Rizzo, a Zakár család ősi palotája? A papírorrot ragasztasz magadnak jobb, mint az igazi karnevál. Maga csak ugyan egészen különleges figura, Mr. Rizzo. Hihetetlen mennyi meglepetést okoz az embernek, el kell ismernem. Megkínálhatom egy csésze jó kávéval? Magére? Jaj, ne haragudjon. Milyen figyelmetlen vagyok, hiszen meg van kötve a keze. Már az is kész röhelye, hogy kinézel, úgyhogy ne strapáld magad fölöslegesen. Egyébként a kávét csak nápolyi módra szeretem. Úgy akartam mondani, hogy szeret te, barátom, mert hogy önnek befellegzem. Bizonyára nem tudja, de több vendéget is meghívtam a, szabadon így fogalmaznom, az utolsó vacsorájára. Nem ön az egyetlen, aki ma meghal. Alkalma lesz találkozni néhány kedves jó barátjával. Zakárnak elment az esze. Órák óta be vagyunk zárva. Hol az a híres hely, akivel itt kellene találkoznunk a palotában? Biztosan közben jött valami, Eddi bácsi. Mi az ördög jött volna közben? Telefonálok Washingtonba. Van egy csomó befolyásos barátom. Csináljanak valamit. 8 millió dollár adót fizetünk idén. Ennyi pénzért joggal elvárhatom, hogy hivatalosan közben lépjenek. Ez egész egyszerűen tűhetetlen. Connors, mit csinál maga itt? Burns, ha elfogad egy jó tanácsot, ne sokat kérdezősködjön, hanem szó nélkül tegye azt, amit mondok. Maga megőrült. Ez Zakár parancsa. Na de kérem, micsoda eljárás ez? Én Cserulló professzor vagyok, a lexikonban is szerepel a nevem, és több kötet tanulmányt írtam, ha nem tudnám... Sok a szöveg, lefelé, egy-kettő! Eddi bácsi, a professzor! Connie! És ez az úr Mr. Burns? Igen, professzor úr. Na végre! Lassabban, lassabban! Micsoda megkönnyebbülés! Az a nagy darab szakállas férfi teljesen összezavar. Connie! Nos tehát, Mr. Burns, amint a jelentéseimben olvashatta, az én felfedezésem a koleuteroszok szokásainak... Elég volt, gyerünk! Ne haragudjunk, kérem, de ez fontos. Gyerünk. Szóval... Gratulálok, Mr. Rizzo, magában egyesül az intelligencia és a fizikai erő. Ez a két tulajdonság ritkán található meg egyszerre egy emberben. Hát igen. El kell ismernem, bár nem szívesen, hogy nagyon közel járt az igazsághoz. Ám a fájdalom meg kell halni, amielőtt megtudhatná a teljes igazságot. A sors szeszélye folytán az ön utazásait most véget ér. Bármennyire sajnálom, ez volt megírva a sorskönyvében. Őszintén lekötelezni, ha követnek, kérem. Zenét! Hölgy és az urak megosztják önnel az utolsó utazás egyhangúságát, Mr. Rizzo. Felügyelő úr! Felügyelő úr! Sajnos most az egyszer az álcázási akció nem sikerült, lekapcsoltak! Ezek itt egytől egyik diliházban való! Haza akarok menni! Zakán, mit jelentsen ez a komédia? Rendkívül egyszerű a dolog, kedves Edward. Sajnos meg kell halnod. Igen, és ki fog megölni? Egy icipici kis bogár. Egy aprócska bogár, amelyet Cserulló professzornak sikerült azonosítania, illetve kiválasztania a sok ezer koleopterusz közül. Jól mondtam? Igen. Már akkor sejtettem valamit, amikor a jelentését elolvastam. Az ópium hatására pedig mindent részletesen elmesélt, így tehát most már mindent tudok, amit tudni akartam az elejétől a végéig. Ismerem annak az apró bogárnak a titkát. Igen. Mi az ördögről beszél? Jól mondja az úr, az évszázad felfedezése, az árulkodó koleopterusz.
Felfedeztem a tropéliót. Tropélió. Anagrammában úgy hangzik, petrólió. Tényleg óriási felfedezés. Mindenütt, ahol a föld mélyében olaj van, felbukkan ez a bogár, tehát ahol koleotteroszt találunk, ott a mélyben buzog az olaj. Érti már, Mr. Burns? Ez fantasztikus. Ez a felfedezés milliárdokat ér. Éppen ezért kell meghalniok. Rajtam kívül csak ti ismeritek. Ti tudjátok a koleotterusz nagy titkát, és abban a kiváltságban lesz részetek, hogy a világ legeredetibb módján fogtok meghalni. Íme egy kis bemutató ízelítőül. Csak azért, hogy fel tudjanak készülni rá. Tekintve, hogy önök nem tudnak arabul, engedjék meg, hogy lefordítsam ezt az ősi feliratot. A sivatag homokja olyan könnyű, mint a levegő, de aki belélegzi, meghal. Most pedig lássuk. Mit csinál? Mit csinál? Úristen! Betvulladok, nem kapok levegőt! Éljen az ország! Segítség! Mamma mia! Mindannyiukra ugyanez a sors vár, barátaim, és a fekete aranynak én leszek az egyetlen ura. A világon mindenkit megelőzök, hiszen minden olyan egyszerű lesz. Más nem is kell csinálnom, csak leforni ott, ahol ez a pogár megjelenik. Országok népek ölik egymást a bűvös olajért. Az emberek még a lelküket is eladnák érte. Az olaj birtoklása nem csak gazdagságot jelent, hanem magát a hatalmat. És az enyém lesz ez a nagy hatalom. Zakár lesz a leghatalmasabb. Sok aljas embert láttam már életemben, Zakár, de ilyet, mint te, soha. Megmozgattad a félvilágot, megöltél egy csomó embert. Te egyszerűen őrült vagy. Ez a másik gazember pedig vakon teljesítette a parancsaidat. Összecsomagolom és hazaviszem emlékül. De nyugodj meg, téged is betetetlek a vitrínbe. Te már nem is élsz, te meghaltál, Mr. Rizzo. Mire várunk? Miért nem végzünk vele? Tényleg, mire válsz, hiszen Omárt is megölted, mert nem akart segíteni Connie elrablásában. Megígérhetem, hogy 100-szor többet fogsz kínlódni, mint az a disznó Omár. Elszámítottad magad, svéd. Azért vagyok itt, hogy bosszút álljak az öcsém gyilkosán. Ami pedig őt illeti. Soha nem voltak kötözve! Tűnés, tűnés, menjetek innen! Tovább, jó, szabadíts ki. Gyorsan, gyorsan a kezemet is. Táj! Talán a lábad elé nézél? Yeah.
Mi? A nadrág tartója gyorsan! Siessen! Na végre! Jól van! Gyere! Itt van! Elsik a nadrágom! Fogjátok el a professzort! Azonnal fogjátok el! Egy bácsi, vigyázz! Professzor úr, figyelj innen, Goli, gyorsan! Gyere, húzzasz, futjál! Hussunk! Na, jöjjön! Jöjjön! Azért nem verem szét a fokádat, mert akkor ki kell cseréltenem a nyilvántartásban a fotódat.
Bízd rám azt a férget! Lassú halállal fog meghalni, ennyivel tartozom Omárnak. Sajnálom, Hassan, de nem engedhetem át. Egy rossz mozdulat és megemlegeted. Miért kellene börtönbe zárni, mikor a sivatag homokja elteveti azt is, amit a kesejük meghagynak belőle? Azért, mert törvény is van a világon. És az a feladatom, hogy érvényt szerezzek neki. Hassan, Hassan Kerim! Soha nem fogom megérteni a te törvényedet. A táskára! Minden megvan! A nagyítók tégelye, és ez a pisztoly, tessék! Ne mozdulj! Falozz! Sok szerencsét, idegen! Hát nem mondom, jobb egy marék datolja, mint vitatkozni az adóhivatallal. Legyen a tied, barátom, hogy emlékezz rám és Omára. Inálája, Mihály. Hallak, oltalmaz. Kebir hadnagy a legjobb pillanatban érkezett. Hogy kerül ide? Connie, mit csinálsz te itt? Mr. Burns, hagyja őket magukra. Igen, igaza van. Rizzo maga fantasztikus viccó. Van egy újabb ajánlatom, 80 ezer dollár évente. Az majdnem annyi, amennyit az amerikai elnök keres. Akkor megegyeztünk? Kezet rá. Na, mondjon igen. Megsporolok magának egy csomó pénzt. Ezután nem lesz szüksége rendőrségre. A hadsereg majd megvédi. Tudod, milyen ritkaság? Látod, egy adefágus autometabolikus, nézd meg, milyen gyönyörű, nézd meg, jó. Szerintem ez egy hány inger. Hogy hány inger? Ez egy kivételes példája, azért beszélsz így, mert még nem ismered ezeket az aranyos állatkákat. Felügyelő úr, erre a svábogár dologra még Sherlock Holmes se jött volna rá. Óriási, hadd csókoljam meg. Velem akarsz te csókolózni? Te megbudjantál, Caputo. Miért? Lehet, hogy a sok öltözködés miatt rokonságba kerültél a homokkal. Én? Te. Komolyan? Reméljük, hogy nem. Én drukkolok neked. Na, indulás. Hová megyünk? A piramisokhoz, Luxorba, a felső Nílusra, az alsó Nílusra, hová? Nápoly alsóra tetek fel. Na, végre haza. De ha nem igyekszel, akkor mindenkinek elmesélem Nápolyban, hogy buzi vagy. Hogy fussak, amikor tűsarkú cipőben vagyok? Egy pillanat felügyel úr, várjon meg! Biztos vagy abban, amit mondasz? Hogy biztos vagyok, a saját szememmel láttam. Nem bogaras a professzor, hanem inkább hangyás. Több lyukat furatott Mr. Burns-el a sivatagban, mint amennyi lyuk van az ementális sajtban. És nem találtak egyetlen csepp olajat sem. Ez nem Bódó táskája véletlenül? De igen. Szóval ma sem ment iskolába. Nem, a minek felügyelő? Állandóan a professzor nyakán lóg, jobb, mint az iskola. Azt mondta, hogy már nem rendőr akar lenni, hanem olajmilliómos. Olajmilliómos? Hát... Néger olajmilliómos, úgyis kevés van. Vagy nem? Hát, arab olajsejknek lenni jobb. Arab volna, de hogy legyen arab olajsejk, amikor hát, néger? Csak úgy mondtam, mert hogy kérdezett. Egy tropélió Nápolyban megvan az olaj, menj, borod, szaladj a kettes csaphoz, és nyisd ki, szaladj. Gyönyörű, csodás, a legszebb tropélió. Istenem, semmi kétség olajat találtuk. A fejemet teszem rá, a tropélió olajat jelent. És itt a bizonyíték, itt egy másik, egy újabb tropélió, Bodó, egészen biztos. Ide néz! És most következzék az évszázad csodája. A nyomás szemlátomás nő, még néhány perc is feltör az olajsugár. Sikerült! Győzze. Professzor úr, itt van Biedone! Á, felügyelő úr! Végre sikerült! Most ez egyszer tényleg sikerült! Perceken belül feltör az olaj és az egész világ tanulja le egy zseniális felfedezésemnek. Mennyit dolgoztam érted, eljött a várva várt nap. Mindjárt meglátjuk, amit az olaj... Coriolano Cerullo! Bevonultál a történelembe. Halhatatlanná váltál Nápoly sorája, és borulj le előttem. Olajat fakasztottam neked, város. Felügyelő úr, olaj. Nézze meg, ömlik az olaj. Piedone, tudod, mit mondok én neked? Hogy a professzor úr egy isten. Gratulálok.
Felügyelő úr, olaj, olaj, Nápolyban gondoltam volna, Istenem! Hívd a tűzoltókat! Miért hívom a tűzoltókat? Hívd a tűzoltókat! Minek ide tűzoltóság? Mert ezek megfúrtak egy szennyvízgyűjtőt. Nézze meg jobban, főnök, szintista olaj! Messziről látszik rajta, olajmező Nápolyban, gazdagok vagyunk, ez egy álom, ez egy álom! Azt mondod, álom? Azt, oda nézem, oda nézem. Akkor vegyél egy lottószelvét. Jázd meg az egyest, Itália. Jó, Itália, a 22-est, az a bolond és az ott ugrál. A 22-est, a bolond és az ott ugrál. A 72-est, az a csoda. Az esküszöm csoda. És a 81-es. A 81-es micsoda? A 81-es a hülye az meg. Te vagy, mert beveszed ezt a baromságot. To walk on, never had a mile to ride.